Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műszaki tanulmánytárában, a Kilobyte, Megabyte, Gigabyte című kiállításon, amely, mint a címéből is kiderül, a számítástechnikáról szól. Hallgassák meg a riportot! Üdvözlöm a hallgatókat, én Kis László vagyok, a tanulmánytárnak a múzeológusa. Ez egy kis időszaki kiállítás, amely a számítástechnikai adathordozókról nem teljes körű, de azért egy elég széles spektrumot átfogó merítést mutat. Gyakorlatilag a kezdetektől időrendben végigmegyünk a 60-as évektől, sőt még egy kicsit előbbre is kitekintve, az ezredforduló utánig előforduló jellemzőbb számítástechnikában használatos, főleg inkább a PC-kre koncentrálva. Ez gyakorlatilag egy teljesség igénye nélküli különböző adathordozókat mutat be. Az emberek jó része, aki már ugye találkozott számítástechnikával, találkozott számítógépekkel, a jellemzően ismeri a merevlemezt, ismeri a CD-t, a DVD-t, mostanság már a memóriakártyákat, illetve a pendrive-ot ismeri, de rengeteg olyan egyéb érdekes, híres, hírhet, sikeres vagy sikertelen adathordozó is megtalálható, amiről viszonylag keveset tud az egyszerű átlagember, de úgy gondoltuk, hogy egy olyan kiállítást csinálunk, amire ezeket is megpróbáljuk bemutatni. Olyan merítést próbáltunk alkalmazni, ami esetleg még a szakemberek számára is érdekességekkel tud szolgálni. Mivel is kezdődik ez a doboz például itt? Igen, mi? Úgy próbáltuk kezdeni, hogy egy kis kitekintést a múltba. Ez egy zenedoboz gyakorlatilag, tehát ha belegondolunk, akkor egy hanglemez is, illetve egy magnókazett, ami zene van, az is adathordozónak tekinthető. Ezért úgy gondoltuk, tekintve, hogy a korabeli tárgyakból viszonylag kevés van, de azért mégis jól mutatna itt egy ilyen kis zenedoboz, úgyhogy tettünk ki egy zenedobozt, illetve egy kis lemezt hozzá, mint megfelelő bevésések beolvasásával szépen a doboz lejátsza a zenét. Milyen idős ez a doboz, mert ez nem a megszokott 60-as, 70-es évekbeli lemez. Nem. Ez a 19. század vége, vagy a 20. század elejéről való kis zenedoboz. Tehát ilyen kis kurblist, tényleg betették a lemezt, és akkor szépen lejátszotta a lemezre felvett dallamot. Milyen lemezre, és hogyan vették fel ezt a dallamot? Hát ezek fém lemezek, és a megfelelő helyre, a megfelelő időben bevágásokat tettek rá, tehát gyakorlatilag egy lyukakkal ellátott fém lemezről van szó, amit a zenedoboznak az érzékelői, a kis tüskéi érzékeltek, és úgy adta ki a dallamot, ahogy lejátszotta. Kicsit hasonlatos ahhoz, ahol most ugye a Republicnak a 66-os úton című dalát, ugye, hogyha végigmegy az ember az autóval azon az útszakaszon, akkor lejátsza, tehát gyakorlatilag az elve az ugyanaz. Akkor menjünk tovább. A legősibb adathordozók azok gyakorlatilag papír alapúak voltak, tehát ha már belegondolunk, akkor a 18. századi szövőszékeknél is ilyen kis papíros lyukkártyákat használtak, és az adtak ki ugye a mintát, hogy milyen mintát kellett az anyagba beleszőni, kicsit annak az analógiájára is következtek a lyukkártyák. Az első jelentős esemény, ahol lyukkártyás feldolgozást használtak, a 19. század végén az amerikai népszámlálási adatoknak a feldolgozása volt, ugyanis időről időre népszámláláshoz adatokat begyűjtöttek, de viszont annyi adat gyűlt össze, hogy azt emberi erővel nem lehetett a következő népszámlálásnak az idejére feldolgozni. És volt egy Hermann Hollerit nevű illető, aki gyakorlatilag ezt a feldolgozási időt, néhány hónapos időtartamra lerövidítette azzal, hogy lyukkártyás kiértékelő módszert használt. Aztán ez a lyukkártyás módszer elterjedt számos helyen, főleg ott, ahol nagy mennyiségű adattal kellett dolgozni, tehát például postahivatalokban kezdték ezeket használni. Aztán, ami lyukkártya végül is elterjedt a számítástechnikába, az IBM-nek a 80 oszlopos lyukkártyája volt, erre ugye 80 karakternyi adatot lehetett rögzíteni és kiolvasni. Ebből is látszik, hogy rengeteg lyukkártya kellett sok adatnak a feldolgozásához, de gyakorlatilag ez a lyukkártya, amit ugye ott látunk hátul, egészen a 20. század közepéig
sőt még utána is teljes mértékben használatban maradt, független attól, hogy már az elektronikus adathordozók is megjelentek vele párhuzamosan. Milyen alapon, hogyan működik ez a sok-sok lukacska? A lyukkártyák a két dologra használták, egyrészt programokat vettek fel rá, tehát ezek a lyukkártyáknak a sorozatos beolvasásával egy programot lehetett futtatni akár egy számítógépen is, illetve adatoknak a tárolására is használták. Gyakorlatilag ugyanaz az elve, mint a kis lyukacsos zenedoboznak a lemezének, tehát a megfelelő helyen lévő lyukaknak a különböző kombinációja adta az adatokat, információkat. Itt megint egy korongot látok. Igen, a 60-as évek aztán elhozta a mágnes szalagok, tehát a mágneses adathordozásnak az idejét. Kétféle tört elő ebben az időben. Egyrészt voltak a mágnes szalagok, amelyek műanyag szalagok voltak, amelyek egy mágnesezhető réteget felvittek, és hasonlóan ahhoz, ahogy a magnókazettákon rögzítették a zeneszámokat, ezeken is adatokat rögzítettek. Illetve a mágneses adattárolásnak a másik útja a merev lemezek voltak, tehát ahol voltak lemezszerű korongok, szintén mágnesezhető adathordozó réteggel bevonva, és egy fej ezek fölött mozgott, és a funkciótól függően adatokat írt, vagy adatokat olvasott róla. Tehát itt is mágneses elven történt az adatoknak a beírása és a kiolvasása is. Van egy olyan, hogy 9 sávban futott a szalagon az Igen. adatsor, és a 9. az ellenőrző bitet tartalmazta. Ez mit jelent? Az adatokat ugye föl lehet írni, de az a lényege, hogyha akkor biztos az adat, hogyha megbizonyosodtak róla, hogy az adat valós és nem sérült. És erre szolgált ez az ellenőrző bit, tehát ezzel a bitnek a segítségével ellenőrizték azt le, hogy azok az adatok tényleg hitelesek-e, tehát magyarul nem sérült az adatfelvitel során az adat, vagy maga fizikai sérülés nem történt-e a szalagon. Lépjünk tovább a mágneses kártyákhoz? Igen, ugye manapság is használunk mágnes csíkos kártyákat, tehát akár a szállodákban a ajtónyitáshoz, vagy a bankkártyákon is ott vannak a mágnes csíkok. Érdekesség, hogy ezt már a 60-as években kitalálták. Először a londoni metrón használták ezt, és aztán onnan terjedt el, mikor üzembiztosan tudták ezt a mágnes csíkot úgy erre a kis plasztik kártyára ráerősíteni, hogy az a környezeti behatásoknak elég jól ellen tudott állni. Gyakorlatilag a londoni metrójegy a mágnes csíkos kártyák, bankkártyák, stb. Az alapja és a legelső képviselője. Itt lent szintén merev lemez fajtákat látunk, ugye egy időben olyan eszközöket, olyan adattároló egységeket gyártottak, amit úgy kell elképzelni, két egymás mellé, tehát mosógép, és akkor a fedelét kinyitották, és abban ilyen kis pakkokat tettek bele. Ilyen kis pakkokat látunk, ugye van egy ilyen többlemezes, úgy is hívják merevlemez pak, illetve van ennek az egyszerűsített változata, az a cartridge, amiben már csak egy darab ilyen merevlemez található. Tehát ez magyarul kivehető, kevéssé hordozható, de cserélhető merevlemez fajta volt. És ezen is mágneses lemezek Igen. vannak. Igen, itt látható egy ilyen 14 hüvelyk átmérőjű merevlemez gyakorlatilag. Mellette is olyanok vannak ezen a szerkezeten. Ez egy nagyobb változat, ez már fixen beépített, tehát itt nem cserélhetők a korongok, vagy a platnik, ahogy hívják. Ez egy kiállításnak volt egy darabja, ennek a darabjait a múzeum megkapta az IBM-től, tehát ez gyakorlatilag már egy fixen beépített merevlemez volt. Ezek a 14 hüvelykes korongok egész sokáig megmaradtak, aztán természetesen ezekbe is jött a kicsinyítésnek a vágya, és aztán egyre kisebb méretűekké váltak, gyakorlatilag az egy hüvelykesig egészen lementek az elkövetkezendő évtizedekben, mert azokról is a többi vitrínben látunk példákat. Mire használták ezeket? Gyakorlatilag ezt ilyen szervertermekbe használták, tehát szerverekbe használták nagy mennyiségű adatnak a tárolására. Idézőjelben nagy mennyiségű, mert amennyi akkoriban nagy mennyiségnek számított, az valószínűleg egy memóriakártya töredékén manapság már elférne. Akkoriban, ami nagy mennyiségű adatnak számított. Akkoriban ez a hányas évek? 60-as, 70-es? Már a 70-es évek, de egészen a 90-es évekig ezek a nagy méretű, relatíve üzembiztos merevlemezek használatban maradtak. Nyilván az asztali gépeknél, tehát ahol a hallgatók főleg találkozhattak vele a kisebb gépekbe, ezek nem fordultak elő, tehát ezeknél jóval kisebbek kerültek be az otthoni számítógépekbe, de a nagyméretű szerverszobákban ezek elég sokáig használatban maradtak. Itt a felső sorban kisebb dolgok vannak összegyűjtve. Igen, a felső polcon egyrészt van egy kis buborékmemória, egy nagyobb chiphez
hasonlatos kis eszköz, ami végül is Zsák utcának bizonyult az adattárolás történetében. Ez is mágneses elven tárolta az adatokat, ebben a kis chipben volt egy ilyen mágnesezhető filmréteg, és mágneses mező segítségével ilyen kis szigetecskéket hoztak létre rajta, és sziget megléte vagy nem megléte ugye adta az adatokat, illetve mögötte szintén mágneses elvű, mágnes szalagos megoldásokat látunk. Ami a hallgatók számára fontos lehet, hogy a magnó kazettát már az 1970-es évek közepétől használták a számítástechnikában adathordozásra, tehát adatoknak a hordozására, és az otthoni számítógépek, tehát a Commodore-nál, a Sinclair-nél és egyebeknél kazettás egységek működtek a számítógépek mellett. Aztán megjelentek a nagyobb tárolókapacitású kis kazetták, ezekben szintén mágneseződő felületű szalagokon tárolták az adatokat, ezek már inkább szintén vállalati környezetben nagyobb mennyiségű adatnak a tárolására szolgáltak a szerverekben, szerverszobákban. Hasonlít ahhoz, mint amikor a videófelvevőről régebben felvette a felvételt, és utána kellett a VHS kazettára átrakni. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, ugye, hogy a szervereken tárolták az adatokat, amikhez a hálózaton keresztül a dolgozók hozzáfértek, és ezekben a szerver egységekben voltak ilyen kis kazetták egység, és ezeket jellemzően akkor, amikor a szervereknek a terheltsége csökkent, tehát például munkaidő után vagy az éjszakai órákban szépen a kazettát betették, elindították a megfelelő programot hozzá, és az a szervernek a tartalmát, vagy esetleg a napi változásokat szépen lementette, és ezeket a kazettákat aztán eltették. Nyilván jó pár ilyen mentésük volt, tehát jó pár hétre visszamenőleg tudtak ilyen mentéseket tárolni, és ezeket a kazettákat aztán szépen rotálva felhasználták, tehát mindig jellemzően munkaidőn kívüli időszakokban a szervereknek a tartalmát lementették, és így tulajdonképpen egy ilyen biztonsági másolatokat készítettek a felhasználóknak az adatairól, a fájairól. Itt van egészen mini kazetta is. Igen. Mikrokazetta. Mikrokazetta. Gyakorlatilag ez a diktafonokban használt kis kazetta volt, ezt is felhasználták számítógépes adattárolásra. Az elv az pontosan ugyanaz volt, mint akár a magnó kazettáknál, vagy bármilyen más kazettáknál, tehát itt is a mágnesezett egyedekre szépen felírták az adatokat. Úgyhogy ez is a kicsinyítés felé történő lépések egyike volt. És akkor jönnek ezek a flopik. Igen, elérkeztünk a flopi korszakhoz, 70-es évek, látható lent a legnagyobb flopi, 8 hüvelykes, tehát egy 20x20 centis négyzetet kell elképzelni, akkora volt régen a floppy, ez az úgynevezett 8 hüvelykes floppy lemez, ezt az 1970-es évek legelején fejlesztették ki. Látható, itt van meg lett egy floppy meghajtó is, meglehetősen méretes és nehéz darab. Itt magát a floppyt lehetett hurcolni, tehát az volt a mobil adattároló, aztán ennek az utódja megszületett 1976-ban az 5/4-es, vagyis 5,25 hüvelykes floppy, szintén itt látható kétféle meghajtó, egy régebbi, nagyobb, meg egy számítógépekbe, tehát PC-kbe beszerelhető kisebb méret. Van egy érdekesség, ami teljesen magyar fejlesztés, az úgynevezett MCD floppy. Egy Jánosi Marcell nevű illető fejlesztette ki. Ugye amikor ő elkezdte ennek az egységnek a kifejlesztését, akkor még a régi 8 hüvelykes floppyk voltak használatban. Ő viszont azt találta ki, hogy egy akkora méretű floppy lemezt készít, ami egy ingnek vagy egy zakónak a zsebébe belefér. És ezt meg is valósította, és mivel ő magnókat tervezett, nem egy ilyen puha műanyag tokozást képzelt el, hanem egy magnókazettához hasonló keménységű tokozást, ezt készítette el. A floppy látható, hogy sokkal kisebb és könnyebben hordozható, mint a nagy 8 hüvelykes, és a meghajtó is jelentősen kisebb, mint a 8 hüvelykesé. De aztán sajnálatos módon, ugyan szabadalmaztatták 1974-ben, és a 80-as évek legelején egy kis szériás gyártása meg is történt, és egyébként nagyon sokan érdeklődtek ez iránt a floppy iránt, de aztán az akkori légkör ezt nem tette lehetővé, hogy ebből világsiker legyen. Aztán ennek a floppynak a felhasználásával ugye a Sony elkészítette szintén a 80-as évek elején azt a 3,5 hüvelykes floppyt, ami aztán világhírű lett, és ami igen széles körben elterjedt, és még az utóbbi időkben is ugye használatban volt. Tehát ami abszolút egy magyar fejlesztés, és magyar, tehát ez a MCD floppy volt, sajnálatos módon ez elkerült a világhírt, és a tervezője sem kapta meg azt az elismerést, amiért megérdemelt volna. És akkor következik a túloldal. A 80-as években járunk, itt látható a Sonynak a 3,5 hüvelykes floppy-ja, amely bevallottan
a Jánosi Marcell féle flopinak az ötleteinek a felhasználásával készült. Aztán ebben az időben jelentek meg a CD lemezek, először a hangfelvételek tárolására, tehát ekkor még nem írható változatú volt, hanem csak az ember bement és megvette a CD-t a boltba, és akkor meghallgatta róla a zeneszámokat, illetve vannak még egyéb fejlesztések, itt egy Bernoulli Box nevezetű szerkentyű, ez is egy floppy, csak egy kemény tokba behelyezve, viszonylag korlátozottan használták, Magyarországon nem is tudom, hogy nagyon elterjedt volna, volt azért, de jelentős szerintem nem volt. Kik használták, milyen célra? Szerintem a nagyméretű és a kisebb változat is már otthoni felhasználásra is alkalmas volt, de természetesen a vállalatok is használhatták ezt adott tárolás céljára. Aztán ugye a perevlemezek is fejlődtek, de szintén a 70-es évek legvége, 80-as évek eleje a 5,25 üvelykes, tehát az 5/4-es perevlemezeknek a megjelenése. Ezek már akkora méretűek voltak, hogy ezek már a PC-be, tehát az otthoni számítógépbe is beszerelhetők voltak, illetve aztán egy kicsivel később, ugye 80-as évek elején megjelent a 3,5 üvelykes változata, az gyakorlatilag a mai napig a számítógépekben előfordulhat, tehát ez sok évtizeden átívelő sikertörténet. És aztán később ezek is kisebbek lettek, itt van a 2,5 hüvelykes változata, amit akár mobil eszközökbe, tehát egy notebookba is bele lehetett szerelni, illetve maguk a kazettás egységek is járták a maguk útját, tehát szintén újabb és újabb szalagos kis kazetták jelentek meg. Ezeknek a túlnyomó része egyébként szintén a szerverszobákban kapott helyet, tehát ezek olyan mennyiségű adatnak a tárolására voltak alkalmasak, amely egy otthoni felhasználás gyakorlatilag nem tett értelmezhetővé. A rögzítésnek hányféle módja volt? Az olvasható adat kazettánál, hogy szalagra helikális módon rögzítették igen. adatokat. Itt látható egy kis ábra alul, ugye háromféle fő módja volt a szalagos mentéseknek, a lineáris, amikor az adatokat gyakorlatilag a szalag mentén egy irányban rögzítették, aztán volt a szerpentin, vagyis ez a kígyószerű, tehát amikor oda és vissza is, a szalagnak a visszacsévélésekor is történt adatfelírás, illetve kiolvasás, a helikális az pedig a szalagnak a hosszában ilyen átlós irányban történt az adatoknak a rögzítése. Ilyen alapon működik egyébként a VHS videokazetta is. Tehát ez is ilyen helikális, tehát ilyen átlós módszerrel rögzítette és olvasta ki az adatokat. Ahol ennek értelme volt, hogy ahol tudtuk, azt azért ezért fölírtuk, de elhelyeztünk egy olyan tablót, hogy egyértelmű legyen. Egyébként a mellette lévő tablón pedig ott van a floppinak és a merevlemeznek is a rögzítési módszere, illetve a legtöbb optikai lemez pedig csigavonalszerűen rögzíti az adatokat. A floppy koncentrikus köröket rak. Igen. Hogyan lép egyik körből a másikba? Ezt a meghajtóban lévő fejpozícionáló motor teszi lehetővé, tehát gyakorlatilag az olvasó fej az mozog a meghajtóban. Ugye a lemez pörög, azért kell pörögnie, mert a lemez maga egy kis nagyon vékony kis műanyag lap, azért is hívják floppynak, tehát ilyen nyeklő nyaklónak, mert ilyen, de viszont a pörgéssel gyakorlatilag ez a lap ez teljesen kiegyenesedik, ugye a fizikai erők hatására, és onnantól kezdve már úgy működik a flop, mint egy merev lemez, és onnantól kezdve a fej felette tud szépen mozogni, és úgy tudja írni, olvasni az adatokat. Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műszaki tárának a kiállításán vagyunk. Kilobyte, megabyte, gigabyte a kiállítás címe, számítástechnikai adathordozókról szól, és a flopiknál hagytuk abba a 90-es években, megyünk a következő egységhez. Még próbálkoztak azzal, hogy a floppynak, aminek relatíve kevés volt az adattároló kapacitása, hogy ezt a kapacitást megnöveljék, tehát kétszeresére, nem tudom hányszorosára. Volt itt például az UHD 144 floppy, ezt azért hívták 144-esnek, mert 144 megabyte adatot tudott tárolni, tehát egy hagyományos és elterjedt HD-s, vagyis nagy sűrűségű floppynak a százszorosát volt képes, tehát magyarul 100 floppynak az adatkapacitását volt képes tárolni. A legtöbb ilyen floppy egyébként a 90-es évek elején, közepén, végén jelent meg, pont a legrosszabb időben, tehát amikor ezek már nem tudták azt az adat mennyiséget biztosítani, ami szükséges lett volna, illetve egyéb konkurenciák is jelentek meg, jelesül a CD, később a DVD, illetve a 90-es években már a memóriakártyák is megjelentek, amelyek olyan gyorsan elterjedtek és olyan nagy konkurenciát jelentettek, hogy ezek a különböző típusú floppiknek gyakorlatilag a végét jelentették. Tehát volt olyan, itt a Floptikál is a 21 megás adat kapacitásával nem tudott versenyezni a CD-nek a 650 megás adat kapacitásával. Sokkal sérülékenyebb is volt, már a adathordozó réteget tekintve, tehát gyakorlatilag a floppik a 90-es évek közepére, végére elérték azt a határt, amit el tudtak érni, de már ez is kevés volt a többi megjelenő adathordozóhoz képest. Igen, itt vannak egészen óriási kazetta jellegű adathordozók is. Igen. Ahogy a Sony kísérletezett különböző nagyobb méretű kazettákkal, ezek azért is ilyen nagy méretű, mert egyrészt ezek máshonnan, tehát a filmrögzítésből jöttek, és onnan emelték át a számítógépes adathordozásba, és ott ugye a szabvány már megvolt, tehát ezt használták tovább. De gyakorlatilag egész olyan óriásikat is látunk, mint ez az SD1-es kis kazettácska. Ebben gyakorlatilag egy ilyen fél hüvelyk vastag szalag volt, nem is tudom hány, 1300 méteres, tehát nagyon hosszú volt a szalag, és emiatt relatíve nagy volt az adattároló kapacitása, láthatjuk is, hogy 40 és 100 gigabyte közötti volt az adattároló kapacitása, de nyilván ennek meg az volt a hátrány, hogy óriási nagy volt, tehát hogy igazából nem volt már nagyon kifizetődő ez. Ezeket viszonylag hamar egyébként egy jó évtizeden belül is el is tüntették a piacról, mert egyszerűen jöttek más, jobb, kisebb, hatékonyabb megoldások. És akkor tovább lépünk már a CD-k, DVD-k világába. Igen. Ugye a CD már a 80-as években megjelent, de aztán a számítástechnikában az írható változat, tehát amire a felhasználó már szabadon írhatta fel az adatait, az a 90-es évek legeleje. Ebben is többféle volt, természetesen a hallgatók biztosan tudják, hogy volt, amire csak egyszer lehetett az adatot felírni, és amikor az írást magát lezárták, akkor onnantól kezdve a CD-re nem lehetett felírni, csak kiolvasni lehetett, akkor megcsinálták a többször írhatót, tehát amit újból és újból le lehetett törölni, és újból adatokat lehetett felírni rá. Érdekesség viszont, hogy a CD-knél, amikor megjelentek, akkor néhány évtizedes élettartamot jósoltak nekik, tehát hogy annyi ideig megőrzik az adatokat, de aztán később az idő haladtával kiderült, hogy ez nem egészen úgy történik, mert tárolástól függően egyszerűen az adathordozó réteg elkezdett oxidálódni, tehát elkezdett megsemmisülni a rajta lévő adat, és akkor különböző dolgokkal próbálkoztak. Az egyik ilyen érdekes volt például, ott hátul látható ez a 300 éves CD, ezt egy speciális ilyen arany réteggel is bevonták, és úgy számoltak, hogy ez kb. 300-320 évig meg tudja őrizni a rajta lévő adatokat. Most az kérdés, hogy akkor mi lesz már éppen velünk emberiséggel, hol leszünk még, és hogy milyen eszközök lesznek, amelyek ezt esetleg még ki tudnák írni, de az elvi lehetősége megvan, hogy ez egy ilyen CD-re, vagy a mellette levő ugyanilyen tárolókapacitású DVD-re, tehát ilyen hosszan tároló DVD-re, az anyukan kiírjuk, és kvázi az örökké valóságnak ezt megőrizzük. Aztán különböző egyéb CD-ket is piacra dobtak, kezdetben a videokamerákat is ilyen kisebb fajta, ilyen mini CD-kkel dobták piacra, tehát nem memóriakártyára írt, már nem szalagra írt, hanem egy ilyen kis CD-t kellett betenni, és akkor ezen rögzítette az adatokat, de például csináltak speciális bankkártya alakú
CD-t is, amire akár valamiféle promóanyagokat lehetett rátenni, és ezt akár szépen lehetett szórni, és ezt ugyanúgy be lehetett tenni a számítógépnek, notebooknak a optikai egységébe, és szépen ugyanúgy leolvasta róla az adatokat. Nem csak írható, hanem szitázható CD-k is voltak. Ez a felületnek a megmintázását jelenti? Igen, igen, így lehetett olyat kapni, hogy teljesen üres volt az egyik oldala nyilván, az az oldal, amire hogy az ember ráírja, hogy éppen mi van rajta, és voltak különböző meghajtók is, amelyek erre mintákat tudtak készíteni, ezek a LightScribe-os meghajtók voltak, de egyébként gyakorlatilag ezeket egy szabadon lehetett bármiféle ábrával, reklámmal, bármivel ellátni. Ennek is, ha kivennénk, akkor az egyik oldala az teljesen fehér, tehát erre szépen rá lehetett különböző a megrendelő igényének megfelelő mintákat, ábrákat, képeket elhelyezni. Alul pedig újabb érdekességek láthatók. Igen, igen. Itt is különböző megoldásokat látunk. Cartridge-os mini merevlemezeket tulajdonképpen, ennek ugye a SideQuest, illetve a Zion Mega voltak az úttörői. Ezek a 90-es évben komoly konkurenciaharcot is vívtak egymással. Az egyik tönkre is ment bele, a másikat meg szépen felvásárolták. Tehát azért mondom, hogy ebbe mind a kettő belehalt, de például egy időben nagyon népszerűek voltak ezek is. Ezek gyakorlatilag egy kicsi kis hordozható merevlemezek voltak, egy merev, tehát nem egy floppy-szerű vékony, hanem egy nagy vastag, merev, szintén mágneses rendszerű adathordozó réteggel, és gyakorlatilag ez kis tokba elhelyezve ezeket lehetett hurcolni, és munkahely és az otthon körül szépen lehetett az adatokat hozni, vinni. Mennyire volt biztonságos a szállításuk? Gyakorlatilag, hogyha nem történt komolyabb baleset az illetővel, akkor teljesen biztonságosak voltak. Egyrészt az adathordozó rétegnek a stabilisága miatt, másrészt a kemény tok miatt, ami ezt a kis platnit védte. Tehát ezek jóval biztonságosabbak voltak ilyen szempontból, mint bármelyik floppy, amivel hát tényleg az ember elesett véletlenül, és a zsebébe volt, hogy károsodott, olyanról is hallottam, hogy villamosan utazza az ember, szépen a rossz helyre rátette a villamoson a táskát, amiben benne voltak a floppik, és szépen az út alatt átmágneseződött, és mire a célállomáshoz ért az illető, addigra a floppin lévő adatok már sérültek. De ebben az esetben ez nem történhetett meg. Ez is nyilván előfordulhat olyan helyzet, amikor ez sérül, de ezek a kemény tok, illetve a vastagabb adathordozó réteg kis lemez miatt, ami nem egy vékony műanyag volt, hanem egy vastagabb, azért sokkal biztosabbak voltak. Nyilván ezeknek is megvoltak a korlátai, mert akkoriban láthatjuk, hogy 100 megákat, 200 megákat, tehát ilyen mennyiségű adatokat lehetett rajta tárolni. Nyilván jobb volt, mint a floppy, de azért nem volt egy merev lemez méretű a tároló kapacitásuk. És akkor jön az utolsó vitrin. Hát az utolsó vitrin, még a 90-es évek vége, de aztán lassan átlépünk az ezredfordulóba is. A 90-es években kezdték a kis memóriakártyákat a piacra dobni, ezekből is különböző félék, fajták voltak. Aztán az idő szépen eldöntötte, hogy mi marad piacon és mi nem marad. Ezek közül is van számos, ami még mai napig is a piacon van. Kompakt flash kártyát még használnak, SD kártyát még használnak, de a Smart Media kártya az viszonylag hamar kikopott, vagy az Intel kártya, tehát a kis minikárd az is viszonylag hamar kikopott a használatból. Ide egyébként betettük a SIM kártyákat is, hiszen azok is adathordozó egységek, hiszen a kis csipen azért vannak korlátozottan, de azért vannak adatok, és ebből is úgy gondoltuk, hogy azok is közelebb vannak az emberekhez, hiszen azért mobiltelefonja minden embernek van majdnem, és akkor abból is tettünk ki. Kevesen gondolnák, hogy az első SIM kártyák azok akkorák voltak, mint egy bankkártya, úgyhogy ott hátul is látunk egyet, és amit mi normál SIM kártyának tartottuk még pár évvel ezelőtt, az a kis másfél centi, sőt, egy centi, az már a mini változata volt egyébként, abból is láthatunk itt egy példányt. Ma is ilyeneket használ igen, az ember. Igen, sőt, ezek már ugye már nagynak is tűnnek, mert a korszerű mobilokban ezeknek már a jóval kisebb változatait is használjuk, az is megtalálható a kiállításban. Itt alatta pedig egy ideig nagyon népszerű zip lemezeket láthatjuk. Ezt az Zion Mega készítette, legelterjedtebb talán a 100 megás kis lemezke volt. Ebben a változatosság kedvére egyébként egy floppy vékonyságú adathordozó réteg van, tehát ez nem olyan biztos, mint a cartridge-os megoldások, de aztán kétes hírnévre
tetszett, ez a zip lemez, ez a halálkattanása nevezetű kifejezés. Egy ideig remekül működött ez a meghajtó, és a lemezen remek jól lehetett írni, olvasni az adatokat. Aztán jött ez a bizonyos hírhet kattanás, és akkor azzal a kattanásra hajlamos volt a meghajtó is tönkre menni, vagy pedig a lemezt magát az adatokkal együtt tönkre tenni, úgyhogy ezekből óriási nagy botrányok voltak. Aztán ez is betett annak, hogy ezek az zip lemezek is kikoptak a használatból, függetlenül attól, hogy volt 250 megás, illetve 750 megás változata is, de aztán nem bírta ez se a versenyt a többiekkel. A kattanás mitől volt? Az, hogy fizikailag tönkre ment az eszköz, tehát gyakorlatilag a meghajtóban lévő lemez a meghajtó maga tönkre tette. Nem lehetett ezt előre jelezni, hogy ennyi vagy annyi használat után? Nem. Hát erre biztos történtek kísérletek, de hát ez is úgy van, hogy a mosógép is a legrosszabbkor romlik el, meg a hűtőgép is a legrosszabbkor, tehát mindig a nyári melegbe megy tönkre. Ez is mindig akkor megy tönkre, amikor éppen nagyon fontos adatokat kell írnunk rá, vagy nagyon fontos adatokat kell leolvasni rá. Tehát ez is mindig a Murphy szerint mindig a legrosszabbkor történt ez a dolog. Vannak itt ezek a bélyeg jellegű lemezkék is. Igen, ezek a Butáni Királyságban 2008-ban és 2009-ben kiadott idézőjeles bélyegek. Ezek nem mások, mint egy kis mini CD-k, amin a Butáni Királyságnak a történetéről, illetve az aktuális királyoknak az életéről vannak adatok, de maga adatok az úgy van kialakítva, hogy ez felragasztható egy borítékra, ugyan kicsit nagy a bélyeg a borítékhoz képest, de ezek abszolút a forgalomban lévő bélyegek voltak akkoriban. Tehát ténylegesen küldtek vele leveleket? Lehetett küldeni, tehát érvényes bélyegek. Ugyanúgy, ahogy kiadnak a bankok különböző pénzérméket, amik ugye gyűjtőknek vannak, de akár forgalomba is lehetne fizetni, aki elég ostoba, hogy fizessen az ilyen egyedi cuccokkal, de ezeket is fel lehetett ragasztani levelekre, és akkor érvényes bélyegnek számítottak. Tudunk arról, hogy honnan jött az ötlet? Hát ezt nem tudom igazság szerint. Nekik már korábban volt ilyen tapasztalatuk, valószínűleg ugye egy kis reklám is azért az országnak és a királyságnak magának, de egyébként nagyon jó ötletnek tartom, és érdekesnek is, hogy az ember nem gondolná ránézve, tényleg csak egy CD-nek tűnik, de mégis érvényes postai bélyeg. Azért lep meg, hogy nem sérül meg a szállítás, különböző pakolások, átrakolások. Hát ez már a postán múlik. Nem tudom, hogy a butáni posta ilyen szempontból mennyire gondos, de szerintem jó pofák. Maga ez a kiállítás hogyan jött létre? Az ötlet mikor született meg, és miért gondolták, hogy érdemes ilyen kiállítást rendezni? Hát az ötlet az maga már viszonylag régóta érlelődött bennünk. Egyrészt azért, mert az elődeim viszonylag kevés energiát fektettek arra, hogy a számítógépekhez tartozó adathordozókból is csináljanak egy viszonylag nagy merítést. Tehát rengeteg számítógépet, illetve számítástechnikával kapcsolatos tárgyat begyűjtöttek, de valahogy az adathordozók azok ilyen kicsit mostoha gyereknek tűntek. És személyes példából is tudom, hogy kutatásaim során, amikor ezt a kiállítást összeszórtuk, olyan adathordozókkal találkoztunk az interneten keresgélve, hogy soha az életben nem is hallottunk róla, nem is láttunk egy darabot se belőle. Tehát úgy gondoltuk, hogy mivel az adathordozók azok a mindennapi élet részei, ugyanúgy, mint egy notebook vagy egy mobiltelefon, tehát úgy gondoltuk, hogy ez a látogatókhoz közel állhat. Ez volt az egyik oka, hogy ezt a kiállítást megrendezzük, a másik oka pedig az volt, amit az elején is említettem, hogy az emberek tudják, hogy azért jellemzően milyen adathordozók vannak, de nagyon keveset ismernek. Tehát ismerik a merevlemezt, ismerik a floppy-t, esetleg az idősebbek ismerik a CD-t, DVD-t, ismerik a pendrive-t és bizonyos fajta memóriakártyákat, és nagyjából ennyit. De ha végigmennek a kiállításon, itt tehát mintegy 110-115 darab különböző adathordozó van kiállítva, és ez még nem is a teljes mennyiség, mert ezeken kívül még számos olyan adathordozó van, hogy ennek a kiállításnak a többszörösét ki tudta volna tenni, de olyan érdekesek vannak, hogy volt, ami például egy adott számítógéphez lett kifejlesztve, az nem jött be, és onnantól kezdve vele együtt az adathordozó is az enyészeté lett. De volt olyan, mint a merevlemez, 1956-ban megcsináltak az első merevlemezt, akkora volt, mint egy ruhásszekrény, mostant egy MP3 méretű zenefájl fért volna rá fel, tehát 3,5 megabájt volt az adattároló kapacitása, és nézzük meg, 2019-ben a gépek jelentős részében még mindig ott vannak a merevlemezek, tehát az megelél 60 évet is.
Tehát nagyon változatos ez is, vannak érdekes, vannak híres, vannak hírhedt adathordozók, és úgy gondoltuk, hogy ebből mindenképpen érdemes lenne egy kis kiállítást rendezni ide. Egyébként érdekes módon, aki ide belép, hála Istennek úgy van ez a kis időszaki kiállításos vitrin elhelyezve, hogy a belépő rögtön ezzel találkozik, tehát itt szépen el tudnak időzni, és kicsit olyan, mint amikor az ember régi tévéket meg rádiókat néz, hogy hú, ilyen volt a papának, ilyen volt a mamának, ilyen volt a nagymamának, tehát itt is felismerik azokat az adathordozókat is a kiállításon végigmenve, amikkel vagy ők dolgoztak, vagy látták a szülőknél, vagy látták a barátnál, stb. Stb. Tehát magyarul ezekhez is kötődni tudnak bizonyos emlékek, jók vagy rosszak, az mindegy, de azért meg tudja a látogatókat ez is fogni. A műszaki tanulmánytárban ezeket az adathordozókat meg lehetne nézni? Vannak olyan eszközök, amiken meg lehet nézni például, hogy milyen adatok vannak rajtuk? Hát a jó részéhez nincsenek meghajtóink sajnos, ez már csak azért is fordul elő, mert ezeknek szinte mindegyikéhez külön-külön olvasó, író, olvasó egység lenne szükséges. Sajnos ott azért még nem tartunk számosok miatt sem, ami miatt ezek a meghajtók és magukhoz a gépek, amik ezeket a meghajtókat működtetik, rendelkezésre állnának. De igazság szerint nem is ez volt a cél, hogy ezek az adathordozók olvashatók legyenek, hanem nekünk éppen elég az, hogy meg tudjuk őket mutatni a látogatóknak. Kis információt tudunk mellé adni. Említette, hogy különböző kutatások folynak itt a tárban. Milyen jellegűek ezek a kutatások? Milyen témákon dolgoznak? Gyakorlatilag változó, hogy éppen milyen témákkal foglalkozunk, hogy minden évben egy kutatási tervet a muzeológusoknak le kell adniuk. Én ebbe az évben speciál számítva arra, hogy ezt a kiállítást meg tudjuk rendezni, az adathordozókba próbáltam magam beleásni, de minden muzeológus, aki egy kis gyűjtemény fölött diszponál, ugye azt babusgatja gyakorlatilag, mindig választ egy olyan témát, ami az ő gyűjteményébe beleillik, vagy olyat is választhat, ami egyébként nem illik bele, mert én speciál léghajózás témában is szoktam kutatásokat folytatni, és a múzeumnak a szemléiben ezek meg is szoktak jelengetni. Többféle gyűjteményről volt szó. Konkrétan mit jelent ez? Milyen jellegűek ezek, vagy milyen tematikájúak ezek a gyűjtemények? Ahogy a főnököm egyszer az egyik előadásában nagyon találóan mondta, mi a üvegszemtől a sugárhajtóműig mindennel rendelkezünk, és minden gyűjtünk is. Tehát gyakorlatilag a műszaki tanulmánytár, ami az Országos Műszaki Múzeumnak a jogutódja, az elmúlt egy-másfél évszázadnak a magyar és külföldi jellegű technikai tárgyai gyűjti. Tehát gyakorlatilag ebben minden belefér. A nagyméretű szerszámgépektől kezdve egészen a parányi méretű memóriakártyákig, távcsövekig, mikroszkópokig, különböző motorokig, gőzgépekig. Tehát mindenünk van gyakorlatilag. Háztartási eszközöket gyűjtünk, tehát itt meg lehet találni a vitrinekben a fakanalat, mellette a mosógépet, a kézihajtású mosógépet, rádióink, tévéink vannak. Gyakorlatilag mindenféle műszaki jellegű tárgyat és dokumentációt gyűjtünk, úgyhogy aki ide eljön, az biztos, hogy fog találni ebbe a pár tízezer tárgyba, inkább pár ezerbe, ami ugye ki van állítva a vitrinekbe, biztos, hogy fog találni magának olyat, ami meg fogja ragadni. Hogyan lehet ide eljönni? Mikor, milyen formában látogatható a kiállítás? Maga a műszaki tanulmánytár nincsen nyitva, bejelentkezés szükséges hozzá. Ezt ugye az anyamúzeumunkon, tehát a közlekedési múzeumon keresztül egy e-mail címre való jelentkezéssel meg lehet tenni. Egy emberért is kinyitunk, tehát nincsen az se, hogy csoportoknak kéne összegyűlnie, és akkor szépen egy egyeztetett időpontban, nyilván munkaidőben, munkanapokon eljönnek, kinyitunk, és igényelhetnek tárlatvezetést, és akkor szépen meg tudják nézni a három látogatók számára kialakított raktárterünket. Ezt tudni kell, hogy a Műszaki Múzeum soha nem volt az a klasszikus múzeum, tehát ami hatalmasnak kiállítóterekkel, rengeteg információs táblával ellátott ilyen nagy bejárható terem. Ez gyakorlatilag egy raktárépület, ahol most is állunk, és annak bizonyos raktárai a látogatók számára ki vannak alakítva és látogathatók. Ugye a körben nézünk, itt is gyakorlatilag salgó polcokat látunk, amik aztán ilyen üveghajtókkal vitrinesítve lettek, de gyakorlatilag, ha az illetők végigmennek, akkor tucat számra találkozhatnak itt írógépekkel, fényképezőgépekkel és egyéb dolgokkal, és akkor szépen el lehet azokban merülni. Vagy tárlatvezetéssel, ha igénylik, vagy pedig önállóan be lehet járni ezeket a termeket.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kaleidoszkóban először Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak Zengő évtizedek. Gács Tibor, citera készítő népművészet mestere életmű kiállítására hívom föl a figyelmet. A több évtizedes mesterségbeli tudását idén 70 évesen is folytató mesternek a gondos anyagmegválasztás, az archaikus és pontos szerkesztés, a formai szépség és a műgond jellemzi a munkáit. Sokféle citerát készít, értve ez alatt a formák méretbeli, hangszín, hangmagasságbeli különbségeit. Ezek a citerák nem csak a hagyománynak felelnek meg, ahhoz igazodnak, hanem a megrendelők igényeihez, és ezen kívül az alkotó egyéniségét is, saját elképzelését is magán hordozza. A citeráról Kodály Zoltán azt mondta annak idején, hogy a szegények hangszere. Házi mulatságok, tánckísérő zenéje volt, többféle formája alakult ki, az Alföldön úgynevezett citara bálokat is rendeztek, tehát amikor két-három citerás felváltva játszotta a zenét, így folyamatosan volt zene, ők nem fáradtak ki, de mindig volt mire táncolni. Gács Tibor citeráira az jellemző, hogy megbízhatóak, igényes kivitelűek és tiszta hangú citerák, ami nagyon fontos,
Ez annál is inkább fontos a mai világban, hiszen egyenletes minőségű, összhangképében egymáshoz gondosan illeszkedő, összehangolható hangszerekre van szükség. Egyébként sokféle citera létezik, van egyszerű hasább formájú, ezt nevezik vájúciterának, kis vagy kölyökfejes, ez az alföldi citera, aztán van hasas citera, a dunántúliakra jellemző, aztán van olyan, hogy belső fejes hasas, vagy galambdúcos hasas, ezek már kombinációk. Gács Tibor citeráira jellemző az átgondolt arány, a mértéktartó díszítés és a formához és funkcióhoz való igazodás. Így a népzenei hagyományaink újszerű élményeket tudnak nyújtani valamennyi embernek, aki az ő citeráján játszik. És hogyha már hangokról van szó, akkor a Debreceni Modem Hangfegyverek című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, amely a hangművészet egy különleges formáját mutatja be, mégpedig azt, amikor fegyvernek használják, tömeget oszlató, fájdalmat, maradandó károsodást vagy akár halált okoznak a hanggal, vagy egyszerűen csak befolyásolják, összezavarják az embereket, félelmet keltenek, vagy lehallgatni, vagy épp megtéveszteni segítenek a hangok. Hanginstallációkkal mutatják ezt be, ahol a testünk rezonál a hangokra, ahogy fogalmaznak, tettes társá tesznek mások lehallgatásában. Tehát a hang és a háború viszonyát mutatják be, de ugyanakkor a hang nem létére, a csendnek, a pusztító lehetőségére is fölhívják a figyelmet. Óbudán, a kulturális központban óbudai művésztanárok kiállítását nyitották meg, rajz- és művészettanárok különböző iskolákban, művészeti szakkörökben oktatnak, itt saját alkotásaikat mutatják be, ez már egy több éve folyó hagyománynak a jelenlegi lépése. Szintén Budapesten, de a Szépművészeti Múzeumban Renoir Fekvőnői Akt címmel egy kamara kiállítást látható, hiszen a Szépművészeti Múzeum az egyik legnevesebb impresszionista mesternek az alkotását kapta meg a magyar kormánytól. Illetőleg ehhez kapcsolódó képeket, ismereteket lehet a kamara kiállításon nyerni. Szentendrén a Vajda Lajos Múzeumban Tripod, Halász Péter Tamás kiállítása tekinthető meg, az munkásságát összefoglaló összegző tárlat legutóbb 2014-ben volt. Munkásságára jellemző, hogy installációkat készít, társadalmi, gazdasági, ökológiai problémákra utal ezekben. Ezúttal az álmot vette többféle szemszögből is vizsgálat alá. Installációjában egyrészt az ember legbensőbb szubjektív élménye, másrészt jelképeket hordoz magában, ugyanakkor ezzel az installációjával világpolitikai jelenségekre, a számítógépes operációs rendszerekre, az ökoszisztéma problémáira és az emberi agresszióra is utal, a fizikai valóságot mutatva be álomformájában, a személyes énünket felismerő álomnak a lehetőségét is fölvetve, illetőleg azt, hogy hogyan találhatunk rá önmagunkra a szimbolikus rendből kilépve a realitás határán túl. Mindebben nagy segítségére volt a pszichoanalitikus Jacques Lacannak a tanulmányozása, aki szerint a szubjektum értelmezhetővé válik, az imaginárius, a szimbolikus és a valós egymásra íródó rendként. Visszatérve Szentendrére, az Ámos Imre Anna Margit Múzeumban Paradise City, a város öt olvasata, Csizik Balázs, Kondor Attila, Stefán Osznowski, Schmid Andi és Szabó Kristófnak a kiállítása, a város fogalmat járja körül esztétikai, társadalomkritikai, idealizáló és démonikus jellegét egyaránt bemutatva, ugyanakkor azt is, hogy mennyire komplex maga a város is, meg az egyénre gyakorolt hatása is. Kondor Attila három csatornás festményvideóval jelentkezett, a kollektív emlékezetet kapcsolja össze a harmonikus ősképekkel, Schmid Andi a vagyoni különbségek által létrehozott rezervátumok tisztességét mutatja be, Stefán Osznowski az áthaladásra szánt uniformizált úgynevezett nem helyeket, vagyis ideiglenes helyeket mutatja,
Csizik Balázs a városi lakótelepeknek a vizuális kultúrára gyakorolt hatását, az uniformizálást, hatását, Szabó Kristóf pedig festményein az uniformizált épületekkel mutatja be, hogy ezeknek a hibái azok, amik a személytelen monstrumot személyessé teszik. Szegeden, a Somogyi Könyvtárban közben festett üvegablakok, üvegművészeti kiállítás tekinthető meg, kicsit a múltba tekintve. Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtárban emlékképek 89 egy új korszak határán a rendszerváltást személyes szemszögből elemzi egy nemzetközi fotókiállítás sorozathoz kapcsolódva, amely 10 európai városban jelenik meg, mindegyik városban egy saját, lokális témát dolgoznak föl. Ebben az esetben a Széchenyi Könyvtárban a város és a falu képét, az öltözködést, a szabadidő eltöltésének a módját, a fogyasztást mutatják be, hogy mennyit változott 89 után, bemutatva ennek pozitív és negatív oldalát, mint például a tátongó épületeket, gyárakat, egykori vállalati üdülők, laktanyák, szórakozó helyeknek a romjait. A Széchenyi Könyvtár a közösségi gyűjteményét használta föl, ugyanakkor a Fortepánról származó fotókat, valamint plakát és kisnyomtatványtárának az anyagát is feldolgozta. Az 1956-os intézet fotóadatbázisából pedig Nagy Piroska fényképeit. Szintén Budapesten, a Budapesti Történeti Múzeumban az első bástya, pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincseiről két helyen. Ez a kiállítás egyrészt a Táncsics Mihály utca 9-es számot mutatja be, ahol ezt a bizonyos bástyát találták, és amelyről azt szokták tudni, hogy 1848-ban innen szabadították ki Táncsics Mihályt. Ugyanakkor ezt az épületet IV. Béla király a királyi rezidencia részeként használta, és most ásatási területen nagyon sok mindent találtak itt, többek között 2 arany és ezüstpénzekből álló kincsleletet, valamint fegyvereket is találtak, és különböző eszközöket, mint például a lakatok, pipák, sőt porcelánok a török korból. Székesfehérvárra is érdemes ellátogatni, ahol a Szent István Király Múzeum Icarus a busz című kiállítása a hazai busz- és járműipar történetébe enged betekintést, mégpedig a különböző Icarus típusokat és a székesfehérvári általános mechanikai gépgyárnak a történetét mutatja be. Végezetül még Szegeden a Somogyi Könyvtárban egy másik kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet, betegség megelőzés Feldenkrais módszerrel, egy kicsit az egészségügyi kultúránkat bővíti. Előzetesképpen pedig szeretném fölhívni a figyelmet a Kisszelli Múzeumban Barta Lajos a Túlélés Stratégiái című kiállítására, amely május 30-án nyílik, és a szobrász és grafikus művésznek az életművét mutatja be, amelyen keresztül azt kívánják bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak a művészi függetlenség megőrzésére a változó történelmi körülmények között. Ezzel véget ért műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra.